Rubik kocka kirakó bajnokságot rendeztek a Kispesti Reménység Katolikus Általános Iskolában. A fordulókat a szünetekben tartották a tornateremben. Minden szünetben egy-egy osztály küldötte versenyzett egymással, és közben a kíváncsiskodók is egyre többen lettek. Ez volt az elsődleges cél. Együtt, egymással lenni, és közben gyerekfejjel megélni, megérteni, mit jelent a magyar kulturális örökség. Támadt a tantestületnek, talán ha jól emlékszem konkrétan igazgató úrnak, hogy mi lenne, hogyha egyszer szerveznénk egy ilyen Rubik kocka kirakó versenyt. De itt a fél év zárásakor kinek van erre ideje? Diák önkormányzat felé jeleztük, hogy van egy ilyen ötlet, és hogyha látnak benne fantáziát, akkor valósítsák meg. Láttak benne fantáziát, amit most itt láthattak, azt alapvetően a Diák önkormányzat szervezte, ők toboroztak, mozgósítottak, népszerűsítettek. És hát igen, a hagyományos, ami az ilyen eseményekre úgy tekintünk, hogy Ferenc pápa a sportról szokott beszélni, ez a találkozás kultúrája. Láthatták, hogy 5-től 8-os évfolyamos diákok összejöttek, beszélgettek, kérdezték egymást, hogy figyelj neked, hogy sikerül. Tehát egyfajta közösség is képződött, olyan diákok beszélgettek, akiknek egyébként nem biztos, hogy volt korábban kapcsolatuk. Ez egy kihívás, egy szellemi kihívás. Olyanoknak lehet sikerélménye, akiknek egyébként a hagyományos tanulói körülmények között, itt például tornaszobában kevésbé vannak, emellett fejleszti a kreativitást, a türelmet, a sok minden mást. A verseny az egyenes kiesés szabályát követte, nem mindenki volt gyakorlott kirakó, de mindenki kedvét lelte a játékban. Mióta gyakorlod a kockát? Körülbelül másfél éve. És ki mutatta meg neked? Interneten láttam egyébként, és így beleszerettem igazából. És hogy jöttél rá a technikára? Mesélj valamit, hogy hogy jut-e valaki? Hát igazából nem magamtól jöttem rá, szerintem nagyon kevesen vannak, akik maguktól rá tudnak jönni, hanem interneten néztem oktató videókat. És milyen gondolatokat követsz, vagy milyen lépéseket? Hát ugye többféle módszer van arra, hogy kirakjuk. Én először megcsinálom a keresztet, utána az első két sort, majd két lépésben az utolsót. És szoktál egyébként szabadidőben is otthon gyakorolni? Igen. Kikapcsol? Miért jó? Mennyit foglalkozol ezzel? Hát naponta egy olyan fél órát körülbelül én szeretem csinálni. Szerintem jó az, hogyha lát az ember egy bizonyos mértékű fejlődést, felszabadító, én úgy gondolom. A Rubik kocka Rubik Ernő találmánya 1977-ből. 1980-ban lett a neve bűvös kocka helyett Rubik kocka, és csak Magyarországon hozzávetőleg 1 millió darabot vettek belőle ebben az évben. 1982-ben rendezték az első Rubik kocka világbajnokságot, akkor 26 másodperc volt a legjobb idő, ma hihetetlen, de 5 másodperc alatt rakja ki a legjobb versenyző. Igazából most én fehéren fogom bemutatni, fehér színen fogok kezdeni. Az első lépés az az, hogy megcsináljuk itt a keresztet, úgy, hogy ezek a színek is jó helyen legyenek, jó helyen helyezkedjenek. Utána páronként meg kell csinálni az első két sort, legalábbis én így csinálom. És itt van az utolsó is. Miután ez kész van, utána arra kell törekedni, hogy vagy nem törekedni, megcsinálni, hogy a fehérrel szemben lévő szín az egészen felül legyen, amit ilyen módon, többek között ilyen módon lehet elérni, utána pedig már csak be kell fejezni. A kockának azóta számos változata létezik, de ezek közül egyik sem lett annyira híres, mint a Rubik kocka, amelyet mindenhol a világon ismernek, és tudják, hogy egy magyar ember találmánya. Kulturális örökségünk apró darabja, amely jól tükrözi például a magyar leleményt. Már csak kipróbálja az ember, és csak belefektet egy kis energiát, szerintem egyébként nagyon sokat segít már csak az is. Minden segít. Probléma megoldó képesség, kreativitás, hogyha már egy nagyobb szinten csináljuk, akkor még kézügyességet is fejleszthet. Többek között még van csomó más jótékony hatása, ezeket egyébként tapasztalatból mondom. Magának a Rubik kockának, vagy az ilyen típusú versenyeknek véleményünk szerint van egyfajta szemléletformáló ereje is, hogy minden problémára, minden kihívásra több megoldás is van. És hogyha az első megoldás nem válik be, akkor próbálkozunk a másodikkal. Ez egyfajta üzenete a rendezvénynek. Az iskolai napon átívelő verseny nyertese az 5. B osztály lett.